Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az estén, amikor ugye Szűz Mária hónapjában lévén egy érdekes előadásnak lehetünk majd tanúi. Mária enciklopédia címe, azaz Szűz Mária tiszteletével kapcsolatos örökségünk a 21. század elején. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, előadóinkat, Lakatos Adélt és Lakatos Andort, kedves házas párt, akik a Kalocsai Főszékesegyházi vagy Érseki Levéltárnak a munkatársai, és ők tiszteltek meg minket azzal, hogy a mai estén ebben a témában tanítanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel jöttünk, hogy egy néhány éve készült könyv kapcsán Mária hónapjában itt az ő tiszteletéről megemlékezzünk, és hát az alkalomból hoztunk egy vetítést is, elnézést ezért a technikai előkészületekért, de azt szerettük volna, hogy lássák a képeket is mindezzel kapcsolatban, úgyhogy azért kellett várni egy kicsit. Tehát a témánk, itt a témafelvetést látjuk, hogy Mária nyomait, meg tiszteletének jeleit fogjuk itt keresni a következő órában, de ez tág keretek között az emberi kultúra történetében azt lehet mondani, térben és időben is nagyon tág keretek között fogunk mozogni, olyan 4000 év távlatába indulunk. És hát mi mindent érint ez a tisztelet, milyen nyelven lehet erről beszélni. Lehet teológia nyelvén is vizsgálni a témát, vagy a vallástudomány nyelvén, ez természetes, de a képzőművészet ugyanúgy, vagy a néprajz is mesél nekünk ebben a témában, és hát az irodalmat, vagy a zenét is segítségül hívhatjuk, tehát nagyon tág az a kultúrtörténeti kontextus, amiben ezt a témát vizsgálni lehet. Szeretnénk is, hogyha ez ilyen tág lenne, és valahogy mindezek eredője adja meg a tapasztalatot, az élményt ezzel a témával kapcsolatban. Rögtön az elején el kell mondanom, hogy igazából Mária enciklopédia vállalkozás, tehát, hogy enciklopédikus módon összegyűjtsék ennek a tiszteletnek a nyomait, emlékeit, az először 1950-ben merült föl. Mához képest régen volt ez az 1950 is, de hogyha több ezer év egyháztörténetek a fényében tekintjük, akkor azért nem is volt olyan régen. Tehát 1950-ben Rómából kezdeményezték ezt nemzetközi szinten először, ezt a bizonyos enciklopédia összeállítását, és ennek egy folyamánya, következménye az a kalocsai anyag is, amit itt a könyvbe is bemutatunk, illetve amiről itt ma szó lesz. Kalocsán végül 2016-ban jelent meg ez az anyag. Ha egy mondattal szeretnénk Mária szerepét megvilágítani, akkor szokás per Mariam ad Jézum, azaz Márián keresztül Jézushoz. Ez az ősi, egymondatos, jelmondatszerű megfogalmazás az ő küldetésének, a kegyelem közvetítő szerepének. Aztán a legfőbb hasonlatokkal szintén ki lehet emelni, hogy szokták kapunak nevezni egy olyan bejáratnak, ami ugye megkerülhetetlen az ember életében. Lépcsőnek, ami valahova vezet. Az egyház anyja kifejezés már talán ismerősebb, és szemléletesen mutatja nekünk ezt a folyamatot, az ő fontosságát az egyház életében. Így világos, hogy az egyházi írók, vagy a teológusok szerint is megkerülhetetlen a személye. És hogy ez mennyire aktuális, és nem csak történelmi, ez a megkerülhetetlenség, ezért hoztam egy 16. Benedeknek egy néhány gondolatát, amit ha egészében nem is olvasok föl, de egy nagyon érdekes, pedig néhány évvel ezelőtti megfogalmazásról van szó. De 16. Benedek pápa Mária kapcsán mondta a következőket. Az egyház asszony, édesanya, élő szervezet. Az egyház máriás dimenziója alkotja a legerősebb és legmeghatározóbb ellenpontot az egyház csupán szervezeti vagy bürokratikus fogalmával szemben. Csak akkor leszünk egyház, ha Máriához leszünk hasonlóvá. Az egyház eredetét tekintve akkor született meg, amikor Máriában kimondta az igent az Isten akaratára.
Ez a zsinat legmélyebb vágya, ébredjen fel újra lelkünkben az egyház. Mária megmutatja az utat. Tehát ezek voltak tehát 16. Benedek pápa gondolatai. Hát nagyon figyelemre méltó ez a gondolat, hogy ne csak üres szervezet vagy bürokratikus szervezet legyen az egyház, az életéhez hozzátartozik ez a Máriás út, ami a 21. században a pápa szerint utat mutat. Nem csak a világegyház szempontjából pápákat idézhetünk, hanem könnyű fölismerni a magyar kultúrtörténetben is Mária jelentőségét, kiemelt szerepét. Először is honnan kezdjük a történetet? Van egy érdekes találkozás, Nagy Boldogasszony és Szűz Mária találkozása. A boldogasszony kifejezésünk régebbi, mint a kereszténység fölvétele. Az ős magyar hitvilágban az ős szülő, istennő kifejezése volt ez a boldogasszony, és Szent Gellérthez köthető, hogy a magyarok térítőjeként ő kapcsolta ezt a két fogalmat, és kezdte el használni Szűz Máriára a Nagy Boldogasszony és a Boldogasszony nevet. De említhetnénk a Csángók ősszülő babáját, ott ugye ez a boldogasszony megfelelője, ez az ősszülő a babá, és Babá Máriának nevezték utána később Szűz Mária alakját. Tehát szépen egybefonódott az ősi hitvilág és Szűz Mária alakja. Inkulturációval, ez gyakran alkalmazott dolog a keresztény hittérítésben. Aztán, ha az első vers nyelvemlékünket keressük, akkor ott van az Ó Magyar Mária síralom. Iskolákba szokták tanítani a sorait, világnak világa, virágnak virága, keserűen kínzatul, vost szegekkel veretül. Micsoda szép sorok. 13. századból az első magyar vers emlék a Szűz Máriához köthető. Mint ihlető, micsoda fontos szerepe van a magyar kultúrtörténetben. De ha tovább megyünk, az első himnuszként funkcionáló énekünk is a Boldogasszony anyánk volt, amit közösségként a 19. századi költeményénél jóval korábban, ugye a Boldogasszony anyánkat énekelték himnuszként. És Máriás zászlók alá gyűltek évszázadokon át a magyar seregek. 1508 és 1945 között töretlen volt ezeknek a Máriás zászlóknak a hagyománya a katonaságnál is. Nyilván a török elleni háborúkkal indult ez a sor, és aztán majd 500 éven át folytatódott. És mondhatnánk a pénzeinket, amelyeken ugye uralkodó képeit szokás ábrázolni, de Máriás pénzeink ugyanígy töretlen a hagyományuk. A patróna Hungária, Magyarország védelmezője alakja Mátyás király korától egészen a 20. századi két pengőség jelen van a pénzeinken is. Bármerre fordulunk, ott van tehát az ő alakja, és ahogy mondtam, tágan nem csak a teológia világában, hanem nagyon sok területén az életnek. Persze föltehetjük a kérdést, hogy akkor ennyi emlék után valóban Mária útját járjuk-e? Különösen fontos ez a kérdés itt a 16. Benedek gondolatai után. Hát rögtön megemlíthetjük ugye ebben a kezdőpontot, valahol Szent Istvánnak a korona és ország felajánlása jelenti a történetbe. Ez egy olyan közismert hungarikum, amit tulajdonképpen nemzetközileg is ismert, és amelyről egyébként Prohászka Ottokárnak volt egy érdekes kifejezése, ő eljegyzésnek titulálta ezt az alkalmat, mert hogy nem csupán egyszeri közbenjárás kérés volt, hanem valójában egy hosszú kötődés. Érdekes, hogy Szent István nem a harcos szentekhez fordult, és nem onnan választott pártfogót akkori helyzetében Magyarországnak. Volt erre példa egyébként bőven az uralkodók között, lehetne a bizánciak tiszteletét említeni, Szent György, Szent Demeterük tele voltak harcos szentekkel, és az ő ikonjait tette föl a császár Bizánc kapujára, hogyha elhagyta a palotát és a várost, és a védelme alá helyezte a várost is, meg a birodalmát is. Tehát volt bőven harcos szent is, akit segítségül hívtak hasonló helyzetekben. Szent István királyként Máriát választotta patrónusként az ország sorsát rábízva. Jártuk-e akkor ezt az utat az évezred során? Igen, de az utat járni főleg lélekben kell, ez a nagy tanulsága, nem csak a ma estének, hanem úgy általában a Mária tiszteletnek.
Vagyis az, hogy egyénileg hogyan járjuk ezt az utat, ez valójában mérhetetlen. Közösség szintjén igen, úgy is szokták vizsgálni, hogy mennyire aktív a vallásosság, a külső jelenségei ennek a tevékenységnek. Ez közösség szintjén mérhető, de ettől függetlenül egyének útján még sokszor akkor is járható ez az út, amikor a közösség gyenge. Ez sokszor előfordult az évszázadok során. Hogyha a vallási néprajzot hívjuk segítségül, ott bőséggel van irodalom az elmúlt évszázadokból, tehát az alapján egy pozitív kép van a magyarság kapcsán. A szűzanya vagy boldogasszony alakja mélyen benne él a magyar néplélekbe, a néprajz tudományos megállapításai szerint. Hiszen az élet fordulóit, újrakezdéseit határozták meg az elmúlt évszázadokban a legfontosabb mai szóval lelki gyakorlatoknak is nevezhető zarándoklatok. Tehát az újkor zarándoklatai elsősorban Mária kegyhelyekre történtek, és Máriához kötődtek azok a megtisztulások, amik lélekben érték az oda sereglőket, és hogy aztán zöld ágakkal a búcsúsok hazatérjenek egy-egy ilyen hosszú út után megújulva lélekben. Lélek fürdője volt ez, amit bizonyít a fontosságát, hogy búcsús kereszteléseket is tartottak. Azaz régen volt egy ilyen búcsús keresztanyja is néha az embereknek, nem csak az a keresztanyja, aki keresztvíz alá tartja a kisgyermeket, hanem az első búcsú, az első nagy zarándoklat alkalmával az ottani úton, az odaérkezve az első búcsúva beavató keresztanyja vagy keresztapa is keresztszülő lehetett. Tehát létezett a búcsús keresztség. Na most néprajz után persze történelmileg is lehetne vizsgálni a jelenséget, mert hogy Krisztus is az Ószövetségbe érkezik, és az ókorban születik bele a zsidó közösségbe, és Mária alakja is, és az útjára induló egyház alakja is egy ókori római birodalom keretei közé illeszkedik be. Nagyon meghatározta a Mária tisztelet sorsát, lehetőségét az a történelmi környezet, ahová beleszületik az egyház. És ahol Krisztus tanítását az első keresztények, az ős keresztények elkezdik hirdetni. Úgyhogy tulajdonképpen az ókornak ez a fogadókészsége vagy környezete meghatározó, és itt anélkül, hogy végig szánkáznánk az összes fontos ókori kultúrán, ebből a görög-római virágról azért állapítsuk meg, hogy nagyon erősen férfijogú társadalom volt, és ebből a szempontból a birodalomnak egy olyan fontos területét szeretném most kiemelni csak érdekességképpen, ami nagyon fontos lesz a kereszténység, a korai kereszténység szempontjából, és az Egyiptom, ez a fontos terület. Egyiptomban kiterjedtebb volt a nők joga, talán nem annyira köztudott, de női fáraók is voltak, és a férfi és a nő kapcsolatára épülő családnak a szilárdsága, ennek a hagyományai, az özvegyi jogok tiszteletben tartása, ez mind erős volt. Tehát a keresztény fogalmakhoz, házasság fogalmakhoz a legközelebb az egyiptomi erkölcsiség állt az ókorban. Egyébként bizonyos jelképek is kifejezték ezt a hűséget, a karika gyűrű is a jegyesek kezén, és utána a házastársak kezén, ez egyiptomi szokás volt. A nőt a ház úrnőjének tekintették, és a házat tiszteletbe tartották. Ezt egyébként még más, még a római görög világ is, tehát a magánszférát, a ház tűzhely melegét, ami alapvetően a nőkre hárult, a háztartásnak a biztosítása, és a házi szentélynek is a biztosítása. Még pogány körülmények vannak, de az otthoni vallásosság kereteit alapvetően a nők határozták meg, és ezt a világukat nagyon tiszteletbe tartották. Nem illett egy köztisztviselőnek belépni, átlépni a küszöböt engedély nélkül ezekben a háztartásokban. Úgyhogy bizony ebben a görög-római világban a kiüresedő állami kultusz szempontjából, hiszen ezekben a pogány templomokban az áldozatot ilyen hivatali szertartásokként mutatták be. Tehát tulajdonképpen állami tisztviselők bemutatnak áldozatokat. A nép körében természetesen mindig is voltak ennél mélyebb lelki igények. Nem véletlen terjednek aztán a misztérium vallások abban a római környezetben, ahová majd a kereszténység megérkezik. Ezek a misztérium vallásoknak az egyik ágát szeretném itt kiemelni, a híres a Mitrász kultusz a férfiak körében, de ott van Ízisz kultusza a nők esetében, és a nők számára nagyon fontos mozgalomként, ami az egész római birodalomban terjed.
Itt még arhaikus ábrázolását láthatjuk Ízisznek. A környezetében ott van ez a füles kereszt jellemzően, az ank, az életerőnek a jele. A kereszténység is alkalmazza és ismeri majd a korai keresztformák közt ezt a füles keresztet, amit Ízisz mellett mindig megtalálható. És a hármasságot itt Ozirisszel és Hórusszal, a gyermekével, és utána ott az a gyermekét szoptató, a Hóruszt szoptató Ízisznek a képi megfogalmazására szeretném csak fölhívni a figyelmét. Azért, mert ez az Egyiptom, ez nagyon fogékony lesz a kereszténységre, és a keresztény jelképet sokat kapnak ebből az egyiptomi világból. Olyannyira, hogy szerintem egy ilyen antik görög-római világból származó Ízisz szobor a sarokban bizony első látásra meg is téveszthet akár bennünket, és Mária alakja bizony néha hasonlóan ábrázolódik a következő évszázadokban. Jellemző erre az például a jelzői Ízisznek, ugyanúgy ég királynőjének, Istennek, anyjának, tengercsillagának, tenger felett ragyogó holdnak nevezik ezek a jelzői, mint áldozatos feleséget, aki védelmezés közben jár. Anélkül, hogy Ozirisz és Ízisz történetét úgy részleteibe ismertetném, azért meg kell röviden magyarázni, hogy egy olyan áldozatos, a fáraók az ősi élet rendjét képviselte lényegében Ozirisz, akit a gonosz tulajdonképpen nagyon csúnyán törbecsalják és földarabolják, és a test részeit szétszórják világszerte. És ez az áldozatos nő mellette az Ízisz, aki összegyűjti ezeket a testrészeket, és mintegy megpróbálja újraéleszteni Ozirisz-t. Ez nem sikerül már erre a világra újraéleszteni, de az a túlvilágon lesz ő a túlvilág ura és a fejedelme, ami az egyiptomi emberek szempontjából nagyon fontos, hiszen a túlvilági életük, a mumifikálás, az öröklét elnyerésében egy kulcs szerepe van ennek az Ozirisznek, és Ízisz pedig az az önfeláldozó nő mellette, aki lehetővé teszi ezt az áldozatot. Tehát Ízisz szerethető istenség volt lényegében az ókori emberek szemében, szemben ezzel a kiüresedő hivatalos vallásossággal a templomok körül. Talán érdemes megemlíteni, hogy itt a magyar emlékek közül is Szavária, azaz a mai Szombathely közelében is van egy ízeum, amit a közelmúltban szépen felújítottak, tehát egy Ízisz szentély az akkori világból, amit helyreállítottak, és ma is látogatják. Miért fontos ez? Mert a 6. századig az időszámítások után ebben a világban együtt él a kereszténység ezzel az antik világgal. Ide érkezik meg Mária alakja, és még sok más keresztény tanítás. És hát Egyiptom fogadókészsége nagyon nagy erre a tanításra. Elég talán azt emlegetni, hogy a szerzetességet Egyiptom adja a világnak, az ősatyák, nagy egyházatyák tanításának, Alexandria, mint a szentírás fordításának a helyszíne, és az a kultúrkörnyezet, ahol megszületik a keresztény tudomány és tudás. Tehát Egyiptom lesz az a befogadó környezet, amelyik aztán nagyon nagy hatással meddig, itt a 600-as évekig, nagyon nagyot változik a világ az arab hódítással Egyiptomba. De az előtt tulajdonképpen egy nagyon más világ volt. Még egy hasonlat, ugye, amit mondtam, Ízisz ikonográfia, és utána később a keresztény ábrázolás. Mária életével vagy nevével kapcsolatban egy-két érdekesség. Ugye Miriam a héber névváltozata ennek a Máriának, és azt mondják, hogy Istentől szeretett személyt jelent egyrészt, de valójában elég titokzatos a jelentése, és van rá olyan asszociáció is, hogy a mirhához is köze van, ez a balzsamhoz, olajszerű, illatosító, konzerváló anyaghoz, amit érdekes módon nem csak erre használtak, hanem többek között még borral keverve ilyen bódító ital volt, aminek köze volt a kereszt áldozathoz is, ugyanis a keresztre feszítés előtt itatták néha a halálra ítéltekkel ezt az italt. A életének a legfontosabb eseményei a Bibliából tulajdonképpen röviden felsorolhatók, mert az angyali üdvözlet vagy Erzsébet látogatása, sán kívül Jézus születése, ezek a kulcspillanatok. Fontosak, ahogy mondtuk, az angyali üdvözlet az egyház születésének a dátuma, vagyis akkor
indul, és innen eredeztethető ez az egyház anyja kifejezés Mária életében, ezt hallottuk a pápa idézetéből is. Aztán mégiscsak ott van a fontos pillanatoknál, amikor Jézus aktív lesz, és az első csodája kánai mennyegző, megkezdi a nyilvános működését, ott van Mária mögötte, és tulajdonképpen közre működik ebben az indulásban, kéri a fiát. Ott van a kereszt alatt a másik fontos pont, ahol ugye őt Jánosra bízza a fia, és Jánost pedig rá. Később az apostolokkal együtt várja a Szent Lelket, tehát a harmadik isteni személy, a Szent Lélek, amit ígér Jézus, amikor érkezik, ott van Mária. És hát ott ábrázolják az apostoloknál a halál akkor a mennybe menetel idején is. Apokrif iratokban persze még többet írnak róla. Aztán a korai egyházban a teológiától is megkapja a jelzőit. A legfontosabb az Efezusi zsinat 431-ben, amikor az Isten szülő, a Theotokosz jelzője, megnevezése megszületik az egyház életében. Aztán, mint Isten fiának édesanyja, ugye itt a látható a nevéből összerakott betű szó tulajdonképpen. A Mária névnek a kezdő betűiből mindegyik betűt latinul megszemélyesítve nevezik Mediatrixnak, azaz közvetítőnek, Auxiliatrixnak, vagy segítőnek, Reparatrixnak, ez már az R betű a névből, javítónak, helyreállítónak, helyrehozónak, Illuminatrixnak, megvilágosítónak, és Adjutrixnak, vagy támogatónak, ez a patronának a megfelelője. Ez is korai az egyház történetében, hogy a boldogságosnak nevezik, azaz a boldog fogalmat és a szűz fogalmat társítják hozzá. Így lesz aztán boldogságos Szűz Mária, Beata Virgo Maria a latin megnevezése. A Subtuum Presidium, az oltalmad alá futunk kezdető imádság például az első ismert Mária ima Egyiptomból, szintén már a harmadik századból való. Nagyon korai az is, hogy párhuzamot vonnak Mária alakja és Éva alakja között. Ádám, Éva és aztán Mária és Krisztus személye között. Tehát a bűnbeesés és utána a megváltás művében innen ered az a fogalom, hogy társnak fogják őt tekinteni a megváltás művében. És ebben a társ szerepre utalnak ezek a korai ábrázolások, a Santa Maria Maggiore Bazilika Rómában, ez egy 440 körüli mozaik ábrázolás, és itt láthatjuk ezt a társ szerep a megváltásban, ugye Krisztus mellett ott a trónon, Krisztus megkoronázza Máriát. És egyben egy még korábbi ábrázolás a Priscilla katakombában, második században járunk, ahol egy legkorábbi Madonna ábrázolást láthatunk. Szintén az egyik oldalon a Priscilla katakombából ezt az oranzs alakot, egy imádkozó kéztartás, a föltartott kezekkel, és utána Ohridból, de akár ikonokon és későbbi bizánci festményeken nagyon kedves testtartás. Ez a segítő szűz, aki könyörög értünk, közben jár értünk. Aztán a Madonnák sorát hosszan lehetne idézgetni, de a kettőt azért kiválasztottam, híres a mutató Madonnáknak a sora, amikor Szűz Mária jobb kezével Krisztusra mutat, a fiára, akit a másik a bal kezében tart. Ugye itt pont a Mária Pócsi ikonon láthatjuk ezt a jelenetet, ezt a mutató kéztartást, és hát a Vlagyimiri ikonon pedig az Eleusza, az érzelmes változat, amikor összeérnek az arcok, amikor a kis Jézus hozzáérinti az arcát Mária arcához. Ezek a híres Eleusza ábrázolások. Folytatva az időutazást, meg kell állapítani, hogy az újkorban, most már értsük itt a török utáni időket, 17.-18. századtól kezdődően, ugye megtörténik a reformáció az egyház történetben, és bizony hitviták, sőt háborúk követik egymást a hit körül. Úgyhogy ezek után
a katolikus megújulásnak az egyik fontos alakja volt Mária. A tridenti zsinat, ahol ezt a folyamatot megpróbálják tervezni és kialakítani, ott bizony előtérbe kerül Máriának az ábrázolása, megjelenése a művészetekben és a templomokban, és ennek a megújulásnak az ikonográfiai megjelenésére láthatunk itt példákat. Részben a szeplőtelen fogantatás ábrázolásával itt egy szobrot vetítettem ki, a római köztéren álló szobrot láthatjuk, hogy éppen egy tűzoltó, egy virág koszorút helyez el. Ugye az ünnep alkalmából ezt rendszeresen elvégzik, és azért kell ilyen magas létre, mert nagyon magas oszlopon áll ez a szobor Rómába. És aztán egy ilyen tiszteletadással a tűzoltók elvonulnak, amikor földíszítik virággal a szobrot. A másik oldalon pedig Tiziánónak a velencei festménye látható, amelyik egy ősképe lesz ezeknek a boldogasszony ábrázolásoknak, nagy boldogasszony ábrázolásoknak. Ugye a mennyekbe fölvett Máriának az a pillanat, amikor ezt a világot elhagyva úgy távozik, és az apostolok, hát hol kétségbe esetve, hol meglepődve, körülveszik általában erős érzelmekkel. Odalent az apostolok serege látható, és emelkedően angyalok kísérik az égbe az útját. Ez a jelenet aztán nagyon elterjed a barokkorban is, és bőven látható a különböző jeleneteken. Nem eseménytelen ez a század, ahhoz képest, hogy Efezust említettem 431-ből, itt 1850-ig kell várni, hogy egy újabb Mária dogma szülessen az egyháztörténetben. Több mint 1000 év lepergett, viszont ebben a 19. században és utána a 20. is a Pius pápák fontosnak tartják, hogy két Mária dogmát is kimondjanak. Pont ezeket a tanításokat, tehát a szeplőtelen fogantatás dogmáját, illetve Mária mennybe vitelének a dogmáját mondja ki a világegyház. És a pápák 1850-ben, aztán 1950-ben, tehát egy évszázad alatt két újabb Mária dogma születik. Ezek nem véletlen folyamatok voltak. Ez volt a válasz a modern világ kihívásaira, arra a válságra, amiben akkor Európa kerül. Azért nagyon mozgalmas évek voltak ezek. A világháborúk zárták egyébként ezt a folyamatot, kettő is a 20. században, és megelőzte számos más válságjelensége a modern kornak. Mert hogy ez a 1850 és 1950 közötti korszak, megvolt a 48-as nagy forradalom, társadalmi átrendeződés Európába, óriási változások az emberek életébe, a hétköznapokban is egyébként, hiszen az addigi jobbágyok most már birtok, vagyon gyűjthetnek, teljes kialakul ez a vállalkozó szemlélet az emberek életébe, az a hajtás, amit utána az iparosodás, a gyárak képviselnek. Alapvető életforma változások vannak tehát a társadalomban, Európában. És hát nem utolsó sorban itt vannak ezek a nagy eszmék, amik a 19. századot működtetik, a liberalizmus például, meg a nacionalizmus, amitől szabadok lesznek az emberek, és nemzeti öntudatuk lesz. A nemzeti öntudattal óriási kultúrát építenek, egymásra találnak ezek a közösségek, viszont előbb-utóbb jönnek az árnyoldalak is, hiszen ugyanez a nemzettudat vezet majd a vetélkedéshez, a nemzetek vetélkedéséhez, gyarmatosítások egyéb formában, vagyonszerzés módján, befolyás, politika, hatalom, és hát a korlátlan gazdasági verseny is megszületik ebből a nagy vállalkozó kedvből, óriási társadalmi igazságtalanságokkal. Nagy problémák jelennek meg az emberek életében ebbe a 19. században, és kérdés, hogy az egyház mindezt hogy követi. Csak szemtanúja lesz a történteknek, elébe tud menni az eseményeknek, vagy mit tud tenni ebben a helyzetben. Hát azt lehet mondani, hogy politikailag mélypontra kerül. Ennek az egyik elemét emeltem ki itt a vázlatból. 1870 az első vatikáni zsinat. Elfoglalják a pápai állam területét, Rómából lényegében Vatikán területére kvázi fogolyként visszavonul a pápa, nincs rendezve politikailag Olaszország és a Vatikánnak a viszonya, és egy ilyen hidegháborús helyzet politikailag. Tehát egy elszigetelődés, nem értünk szót
az újra rendeződő Európával. Tehát ez az, ami a hétköznap a politika nyelvén történik ebbe a századba. Sok-sok nehézséget lehetne még említeni. Aztán a 20. századra valamennyi tisztázódik majd ez a helyzet, de még nagyon nagy nehézségek jönnek, hiszen csak a világháborúk majd akkor sorakoznak itt a 20. századba. És nem utolsó sorban óriási a szekularizáció. Tehát itt a 19. század második felében egyáltalán nem sikk a vallásosság, azt lehet mondani. A városias kultúrában kiürülnek a templomok, olyan hivatalszerűvé válik az élet, szóval van mit megújítani. És ebbe a világba, ebbe a 19. században a pápák ezt a Mária tiszteletet hívják segítségül, és az egyház megújulását lelkileg a Máriához kötik. És nem sikertelenül, annak aztán a tömegmozgalmak lesznek a tanúi. Egyrészt az új kegyhelyek, például Lourdes már a 19. században, de aztán Fatima megjelenése. Itt lourdi képeket emeltem ki a dián. Ezek az üzenetek előbb-utóbb a legkisebb falvakba is eljutnak. Manapság a lourdi barlangok ugye ott vannak az átlagos templomok világába, tehát a kis emberekhez is eljutottak ezek az üzenetek. Az ifjúság Mária kongregációkba tömörül, és megindul egy olyan mozgalmi élet, ami aztán soha nem látott számban mozgat meg tömegeket előbb-utóbb, majd lesznek erre példák. Megjelennek ezek a májusi litániák, és az októberi rózsafűzér ájtatosságok az emberek életében. Ez a 19. század vége, meg a 20. elejé lesz csak. És hát ez a tisztelet azt lehet mondani, hogy 1950-re ér a csúcsra. Pont a második világháború utáni évekre. Amikor tulajdonképpen ereje teljében van az egyház, hogyha papság létszámát, lelkészségek, plébániák működését, létszámait, rendezvényeket tekintjük, missziók sikerét, mozgalmakat, amikben sokan jelen vannak. Érdekes eltérés ez, hogy milyen politikai nehézségek között micsoda lelki virágzás indult meg, és ez mintha két szálon haladt volna. Tehát van egy 1950-es dogmatizálásunk is, Szűz Mária mennybevétele, és itt van a boldogasszony év, amiből egy-két képet itt próbáltam fölvillantani. 47-48-ban, Mindszenty Bíboros 47-ben, Ottavában még utolsó külföldi útja, akkor még kapott engedélyt, külföldre léphetett, és elmegy Kanadába egy ilyen Mária kongresszusra, találkozóra, és megfogadja, hogy hasonlót szervez idehaza is. Mert hogy ez a Mária tisztelet, ez alkalmas rá, hogy ezzel megszólítsa az embereket, és erőt adjon nekik egy olyan változó korban, tudjuk mi minden történik ott 50 előtt, államosítások egyház szempontjából, de sok egyéb átrendeződés a társadalomba. És hogy ebben a helyzetben, hogy az embereket megerősítse, egy Mária évet hirdet, 47-48, a boldogasszony évet. Ennek a Hősök terei rendezvényéről látott képet látjuk ott középen, illetve hát, hogy egyházmegyei példákat hozzak, például a Bajáról ennek a 48. június 12-13-a, ez egy hétvégi rendezvény volt, amikor Baján voltak ezek a Mária napok, ez ilyen vándor időpontok voltak, az ország számos városában voltak rendezvények, akkor 70-80 ezer résztvevő volt ezeken a rendezvényeken Baján a Mária év keretében. Egy ilyen kis egyházmegyében, aminek a teljes lakossága nem volt akkor 300 ezer fő a Kiskalocsai egyházmegyének. És 70-80 ezeren mozdulnak meg a városba, fáklyás fölvonulástok, ez a sokféle program van, tehát ennyi ember mozog. De lehetne mondani az zarándok tömegeket is, ugyanekkor 1950-ből a papok jelentése szerint Sükösdről azt úgy becsülte a plébános, hogy 1500-an indultak el a vodicai búcsúba. És hasonló népességek mozdulnak, mely egy rendezvény, 10 000-en összegyűlnek egy ilyen búcsú alkalommal, vagy 20 000-en. Ott Vodicán. Ma már elképzelhetetlen számok, vagy ritkán megtapasztalt számok ezek, amik akkor jellemzőek voltak. Ezekre alapozva lehet azt mondani, hogy
érthetővé válik, hogy egy ilyen Mária enciklopédia mozgalom miért 1950-ben születik meg világegyház szintjén is, és létrehoznak egy nemzetközi Mária központot Rómába, aminek az lesz a feladata, hogy világszerte gyűjtse össze az adatokat. Persze püspöki karokhoz fordulnak, meg püspökök az egyházmegyénként kezdenek adatgyűjtésekbe. Ennek az eredménye ez az összeállítás, ami ebben a könyvben van, mert Kalocsán is ennek megfelelően megpróbálták összegyűjteni a kapcsolódó információkat. Tehát úgy gondolták, hogy úgy lesz teljes az adatgyűjtés, ha nem csak egy bölcs teológusra szánják, hogy történetileg írjon erről a témáról, hanem kérdezzünk meg minden egyes plébániát. Azaz minden plébános kapott egy megkeresést, hogy egy ilyen sok pontból álló kérdőív alapján írja meg, hogy milyen tapasztalatai vannak a Mária tiszteletről, milyen formái, szertartások tekintetében, milyen ábrázolások vannak, milyen énekeket énekelnek, és a többi. Mi mindent tud ezzel kapcsolatban megemlíteni, és ezek a jelentések alapján összegeztek egy ilyen egyházmegyei nagy jelentést, és az volt a cél, hogy aztán ezt nemzeti szinten is összegezzék, és a világegyház szintjén is beemeljék egy ilyen nagy enciklopédikus mozgalomba. Hát az egész nem valósult meg, tehát fiókokba került ez a kézirat, mert hogy mire 51-re, mire készen van, addigra letartóztatják grőszérseket, egy ilyen második hullám az egyházüldözésnek, és azok, akik készítették volna ezt az enciklopédiák, azok lényegében börtönbe kerülnek, és utána 4-5 évig, kimeddig, 56-ig, amíg szabadulnak, általában börtönben vannak, és hát utána hosszú időre a fiókokban maradt ez az összeállítás, és ezt vettük elő 65 év távlatából, és szembesülve az akkori helyzettel, született meg belőle a könyv, de ez már egy olyan történet, ahol a egyházmegye mai állapota is lényeges, úgyhogy átadom a szót Adélnak, aki ezt a bejárást végezte, és ő tudja ennek a művészettörténeti áttekintését bemutatni. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mária kultusszal, égi édesanyánk tiszteletének formáival, illetve képzőművészeti emlékeivel foglalkozni, ez mindig egy nagyon szép feladat. Ilyen szép feladat volt ez a felmérő munka is, amit az egyházmegye területén végeztünk, hogy számba vegyük a Mária kultusz emlékeit. Mindezeket azért tettük, mert a Mária enciklopédiának van egy művészettörténeti része, és tulajdonképpen az általunk végzett felmérések ennek a háttéranyagát szolgáltatták. Felméréseink alapját az 1950-ben beküldött jelentések adták. Ugye, ahogy Andor is említette, akkor egy kérdőív alapján a plébánosoknak jelentést kellett tenni a Mária kultusszal kapcsolatos emlékekről. A plébániák 80%-a küldte be ezeket a jelentéseket, néhány helyről nem érkezett válasz, például Bócsa, Csávoly, Gara vagy Kecerről sem érkezett be ilyen jelentés, és egy-két plébániáról nemleges választ adtak, például Mékútról vagy Tompáról. Tehát a felméréseinket, úgy ahogy 1950-ben, mi is a Kisegyházmegye területén végeztük, ez az úgynevezett Kisegyházmegye tulajdonképpen a trianoni határváltozásokkal jön létre, és egészen 1993-ig a magyarországi egyházmegyei határrendezésekig áll fenn ez a Kisegyházmegye. Mi is azokat az emlékeket vettük számba, vagyis ellenőriztük tulajdonképpen a meglétüket, amelyekről 1950-ben jelentések készültek. Így a templom térben álló képzőművészeti alkotásokat, szobrokat, festményeket, oltárképeket, illetve falképeket mértük föl, és nem terjedt ki a felmérésünk, ugyanúgy, ahogy 1950-ben sem szolgáltattak adatot, az iparművészeti emlékekről, tehát a különböző ötvös tárgyakról, illetve a liturgikus textilekről mi sem rögzítettünk adatokat. A felmérések során leírásokat készítettünk, illetve fotóztunk, és aztán levéltári kutatásokkal egészítettük ki az adatainkat. Ezek az előkerült adatok bekerültek a kötet végén található képjegyzékbe, tehát ha például egy iratban megtaláltuk a készítő nevét, ami nem volt egyértelmű, vagy a készítés idejét, akkor ezeket az adatokat is bevettük ebbe a jegyzékbe.
Tulajdonképpen a tapasztalatunk az volt, hogy a plébániákat járva egy sokkal gazdagabb műtárgy együttessel, Mária kultusszal kapcsolatos emlékekkel találkoztunk, mint ahogy ezt a jelentések alapján elvártuk volna. Mi lehetett ennek az oka, mi állhatott a háttérben? Én azt gondolom, hogy elsősorban 1950-ben már inkább féltek az atyák, tehát nem mertek pontos adatokat szolgáltatni. Részben szerették volna ezeket az értékeket elrejteni, féltek a megsemmisítésüktől, féltek attól, hogy esetleg egy nagyobb gyűjteménybe, állami múzeumba fogják ezeket elvinni, hogyha fény derül az ott létükre. A másik ok pedig az lehetett, hogy amit ma műtárgynak tekintünk, az ebben az időszakban még nem biztos, hogy megütötte a műtárgy kategóriát. Tehát 1950-ben még zömében a 18-19. Századi tárgyakat mérték föl, eltározták be, mi pedig már a 20. századi emlékeket is jegyzékbe vettük. Hogyha összegeznem kellene a tapasztalatokat, illetve a felmért műtárgy együttest, Mária kultusszal kapcsolatos emlékeket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetlen középkori emléken túl, ami ugye a hajósi kegyszobor, és a néhány 18. századi alkotáson kívül zömében 19.-20. századi művekről van itt szó. Ha készítőmestereket, műhelyeket nézzük, akkor a 18. századi anyagot tekintve úgynevezett barokk kismesterek alkotásaival találkozhatunk. Ők azok a mesteremberek, akik a megrendelések, a munka reményében érkeztek erre a területre, Magyarország déli részeire, Morva, Cseh, Sziléziai, Bajor és egyéb német területekről származó mesterekről van itt szó, akiknek tudása jónak mondható volt, de valójában azért nem tartoztak az első élvonalbeli mesterek közé. Ezen kívül nagy számban találhatunk osztrák művészek, találkozhatunk osztrák művészek munkáival, illetve természetesen hazai mesterekkel is, de velük kapcsolatban el kell mondanunk, hogy ők is alapvetően bécsi iskolázottságúak voltak, ekkor a képzőművészeti képzés a Bécsi Képzőművészeti Akadémián folyt. A 19. század második feléről elmondható, hogy nagy számban érkeznek ekkor már az Egyházmegyébe, éppen úgy, ahogy az ország más területeire is, a különböző kegyszergyártó cégeknek a termékei. Itt a Dián néhányat felsorolt, amilyen például az Oberbauer nagy kegyszergyártó cég Budapesten működött, vagy Budapesten működött szintén a Rétai és Benedek, vagy a Bittner és társa, de találkozhatunk a bécsi Gianni cégnek a termékeivel is. Ezek a kegyszergyártó cégek ügynököket küldtek az Egyházmegyébe, járták a plébániát, vittek magukkal bemutató mintákat, illetve katalógusokat, és akkor ezekből lehetett kiválasztani, és ezekből rendelhették meg a plébános atyák a különböző liturgikus öltözeteket, illetve ötvös tárgyakat. A 19. század második felében nagy számban jelennek meg az úgynevezett tiroli faszobrok is az Egyházmegyében. Ezek a dél-tiroli grődenvölgyi szobrászati központból érkeztek. Ez egy nyersanyagokban szegény vidék volt, viszont fa volt bőven. Itt nagyon sok szobrász műhely alakul ki a 19. század első felében, és azt lehet mondani, hogy a 19. század második felére végére gyakorlatilag elárasszák Európát a különböző termékeikkel, de még a tengeren túlra is jut ezekből a szobrokból. Akkor most mutatnék néhány képet, műfajonként csoportosítva, amelyekkel az Egyházmegyében találkozhatunk. Itt a képen a bajai páduai Szent Antal templom sekrestjében látható, nagyon különleges Mária ábrázolást láthatjuk. Azt lehet mondani, hogy ilyen Magyarországon másút nincsen. Ez egy különös ábrázolás, a napba öltözött asszonyt láthatjuk, Szűz Máriát, akit angyalok koronáznak meg. Ez azért is érdekes ez a kép, mert én a legközvetlenebb előképét Bécsben, a bécsi Stefánsdomban találtam meg, és azt lehet tudni meg erről a képről, hogy egy metszet ábrázolás alapján készült, amit Martin Schongauer készített.
Egyébként ez is egy bevett dolog volt, hogy ezek az oltárképek, illetve festmények, különböző szentképek, nyomatok, metszetek alapján készültek, ezért sokszor föl lehet ismerni azt a vonulatot, azt a családot, ami egy-egy ilyen metszetábrázolás köré épült. Említettem a barokk kismestereket, ilyen volt Stettner Sebestyén is, aki a bajorországi Dorszból érkezett erre a vidékre. Ez a kép, amit itt láthatnak, a bajai Szent Rókus kápolna oltárképe. Stock Szent Simon látható rajta, amint átnyújtja a skapulárét a szűzanyának. A másik ilyen barokk kismester, Hanis Mátyás. Ő prágai születésű volt, úgy érkezett ide az Egyházmegye területére. A 18. század végén gyakorlatilag a kalocsai érsekség udvari festőjeként is működött. Számos érsek portrét ismerünk tőle. Egy ilyen érseki portrésorozat Katon István kanonok történetíró megrendelésére született. Itt a képen szintén a bajai Szent Rókus kápolna egy oltárképét láthatjuk, amint a szűzanya társaságában Szent Rókus megmutatja a sebeit, illetve mellette Szent Sebestyént és palermói Szent Rozáliát láthatjuk. Ez is egy metszet előkép alapján készült, a prágai Daniel Wussen metszete alapján. És a másik érdekesség ennek az oltárképnek, hogy valamikor a kalocsai belvárosi templomot, ami hajnaldérsek idejében elbontásra kerül 1879-ben, ennek a templomnak egy mellékoltár képe volt, és a kalocsai skapulár és szűzanya társulat emeltette ezt az oltárt 1755-ben. Egyébként maga az évszám és a kalocsa felirat is látható az oltáron. A kalocsa felirat az oltár hátoldalán, az évszám pedig az oltár építmény tetején. Az osztrák művészek közül jó példa József Kessler, számos alkotásával találkozhatunk az Egyházmegyében, itt az Akasztói Kisboldogasszony templom főoltárképét láthatjuk, de a Dunaszent Benedeki templom oltárképét, a szakmári főoltárképet is József Kessler festette. Hazai művész Jakobei Károly, aki tanulmányait szintén a Bécsi Képzőművészeti Akadémián végezte. Itt a Vaskuti templom mellékoltár képeit láthatjuk, de ő festette a Géderlaki, a Miskei templom oltárképét is. Ja, és még Kesslerrel kapcsolatban azt elfejtettem mondani, hogy a kalocsai székesegyházban is találhatunk mellékoltárképeket, amiket az előbb bemutatott József Kessler festett. Akkor nézzük a szobrokat. A hajósi kegyszobor a legrégebbi, középkori 15. század végi szobrunk. Erről majd szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni, meg magáról a hajósi kegyhelyről. És itt látható két példa a tiroli szobrokra, ugye ezek itt a keceli templomban láthatóak. Mária szeplőtelen szíve szobor a főoltár mellett látható, illetve a Piéta szobrot, ahogy belépünk, itt a templom előterében láthatjuk. Ez, ha jól tudom, az Árda templomnak volt az egykori oltára, és ez annak a szobra. Szintén tiroli szobor, Franz Tavella alkotása. Ez a Tompa Szent Annai templomban látható, de több ilyen tiroli szobrász is lehetne említeni, Ferdinánd Stufflessert, vagy József Rungáldírt például, vagy Augustin Valentinit. Tehát nagyon-nagyon sok műhely működött itt Dél-Tirolban, és szinte mindegyik alkotásával találkozhatunk itt az Egyházmegyében is. Még egy példa a külföldi kegyszergyártó cégek termékeire, a müncheni Mayerische Kunsthallstatt Jézus születését ábrázoló szobra. Ez terralitból készült, tehát itt már nem fából faragott szoborról van szó, ebből több is található az Egyházmegyében. A bácsbokodi garai templomban, illetve a vaskúti templomban is találkozhatunk ezzel a szoborral. Akkor nézzük az üvegablakokat.
Az egyházmegye legrégebbi üvegablakai Kracsman Ede üvegfestő műhelyében készültek. Kracsman Ede Münchenben tanult, ott is nyitotta első műhelyét, és Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter hívására érkezett haza, és alapította meg festészeti műhelyét Budapesten. Kracsman Ede ablakokat találhatunk a Bajai Belvárosi templomban, de Szakmáron is találkozhatunk vele, ez egy Hajnagy Lajos érsek által emelt templom, illetve a kalocsai jezsuita templomban is nagyon szép Kracsman ablakok vannak, illetve a Hajósi Kegy templomot is valamikor az ő munkái díszítették. Aztán meg kell még említeni Zsellér Imre nevét, 19. század végén, 20. század elején tevékenykedett, rengeteg üvegablaka van az egyházmegyében, illetve a 20. század nagy műhelyei között említendő a mai testvérek műhelye, ugye ők készítették a Keceli templomnak az üvegablakait, Mohai Attila és Zsigmond. Ezt láthatják itt a képen. Illetve a 20. századi műhelyeknél még esetleg megemlíteném Kopp Ferenc műhelyét, ez egy napjainkban is működő műhely. Az uszódi régiszi Szent Ferenc templom üvegablakait készítették Kopp műhelyben, ő egyébként Kracsman Ede, de majd később Rót Miksa tanítványa volt. A falképek közül a páduai Szent Antal templom Mária mennybevétele freskóját láthatják itt, ezt Kontuli Béla festette. A következő képen pedig a Keceli templom falképének egy részletét, mennyezetképének egy részletét láthatják, ez pedig a Mezőkövesdi Takács István alkotása. És bár említettem, hogy a liturgikus textileket, öltözeteket nem mérték föl 50-ben, így a mi figyelmünk sem terjedt ki rá, de mivel ez a templomi zászlókról mégiscsak szolgáltattak adatot a plébánosok, ezért ezekkel mi is foglalkoztunk. Itt a képen a Keceli templom egy zászlóját láthatják, aminek az érdekessége, hogy a kép 1940-ben az Oberbauer műhelyben készült. Valószínűleg a selyem, ami a hordozója volt, már annyira elhasználódott, hogy át kellett egy új anyagra ültetni ezt a nagyon szép Mária ábrázolást. És akkor ígértem, hogy egy kicsit részletesebben szólnék a Hajósi Kegyhely történetéről, illetve egyáltalán a Kalocsai Egyházmegye búcsújáró hagyományairól. Ezzel kapcsolatban azt említeném elsőként, hogy ez a nagyon gazdag középkori búcsújárós hagyomány, ami jellemezte az egyházmegyét, sajnos a török uralom alatt teljesen feledésbe merül, a kegyhelyek pusztulásnak indulnak. Tulajdonképpen azt, hogy bármit is ezekből a középkori hagyományokból ismerünk, elsősorban a szerzetes rendeknek köszönhetjük, az egyházmegye területén tevékenykedő ferenceseknek, jezsuitáknak, illetve a pálos szerzeteseknek. Tehát a Kalocsa bácsi főegyházmegye, a történeti egyházmegye területén létező kegyhelyek a 18-19. Században jönnek létre. Itt láthatjuk ezen a képen ezeknek a felsorolását. Van, amelyiknek vannak középkori gyökerei is, ilyen például a Doroszló melletti Bajkút búcsújáróhely. Nagyon régi 17. század végi a Tekia búcsújáróhelye. Aztán Bácsot érdemes még megemlíteni, ugye ide a ferencesek a török elől menekülve az egész gradovári rendház könyvtárát elviszik magukkal, és magukkal hozzák a gradovári szűzanya képét is, ez a kegykép mind a mai napig ebben a templomban található. Aztán érdemes Bácskeresztúrt megemlíteni, ami nem csak a római katolikus hívek, hanem a görög katolikusságnak is egy fontos búcsújáró helye az egyházmegyében, ennek is 18.-19. századi gyökerei vannak. Illetve vannak kisebb regionális vonzáskörzetű búcsújáró helyek, ezek közül a legrégebbi Csávoly, aztán 19. században jön létre a dusnoki feketi kápolna például. Ezek általában az úgynevezett szentkút típusú kegyhelyek közé tartoznak, amit ugye a délszlávok vodicaként emlegetnek, illetve a német nyelven ezek az úgynevezett bründelek. Ilyen bründel található például Kacsmár mellett is.
Itt látható a Bácsi Ferences templom, ez egy nagyon szép középkori templom, és látható a kegyképe, a Gradovári Szüzanya, amit, ahogy említettem, a ferencesek hoznak magukkal a gradovári kolostorból. A főegyházmegye búcsújárohelyei újabb csapást szenvednek a trianoni határok meghúzásával, tehát nem csak az egyházmegye veszti el területének kétharmadát, hanem nagyon sok búcsújárohely kerül határon túlra, illetve az egyházmegyében maradt búcsújárohelyek látogatottságát megnehezíti a határátlépés nehézsége, illetve a szerb hatóságok tudatosan is akadályokat gördítenek az utazások elé, így a bácskai hívek fokozatosan elmaradnak mind a hajósi, mind a Baja melletti Vodica búcsújárohelyéről. A megmaradt búcsújárohelyénk tehát a hajós, illetve a Baja melletti Vodica, és működnek a kisebb regionális búcsújárohelyek is, ezek a Szentkút típusú búcsújárohelyek. 1945 után újabb nehézségek következnek. A kommunista államhatalom kiépülésével tulajdonképpen maga a búcsújárás beszorul a templom falai közé. A hatóságok nagyon nehezen adnak engedélyt, vagy egyáltalán nem a csoportos búcsújárásra, illetve a körmenetek szervezésére. Ezt tulajdonképpen, ezt a dolgot minden búcsújárohely megőrzi, megszenvedi, tehát nagyon megcsappan a látogatottságuk, és tulajdonképpen a kisebb búcsújárohelyek fokozatosan elsorvadnak, el is tűnnek, pusztul az épített örökségük, tehát például egy Katymár melletti Bründel teljesen romossá válik a 20. század végére. 1993-ban, ahogy említettem, rendezik az egyházmegyei határokat Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a Kalocsai egyházmegye határai a Bács-Kiskun megyével fognak megegyezni. Tehát ekkor jön létre az úgynevezett Kalocsa-Kecskeméti egyházmegye, ami azt jelenti, hogy egy újabb búcsújáróhellyel gazdagodunk, ez pedig a Petőfi szállás Pálos Szentkúti búcsújáróhely régi nevén Ferenc szállás. És hát sor kerül több romossá vált kisebb búcsújárohely felújítására is, például 2003 és 2006 között a Katymár melletti Bründel is újjászületik, ez dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek szenteli föl 2006-ban, de megújul a Dusnok melletti Feketi kápolna is. Itt látható egy térkép, amin hát nem tudom, hogy mennyire olvashatóak, kékkel, illetve kék aláhúzással jelöltem az egyházmegye búcsújárohelyeit. A zöld vonallal körülhatárolt terület a Nagyegyházmegye, tehát a történeti Kalocsai Bácsi Egyházmegye, a pirossal határolt terület a Kisegyházmegye, ugye, ami a trianoni határváltozásokkal jön létre, illetve aztán látható lila színnel az a terület, amivel gyarapszik az egyházmegye az 1993-as határrendezéseket követően, és ezen már ugye látható Petőfi szállás Pálos Szentkút Kiskun félegyháza alatt. És akkor néhány fotó kegyhelyeinkről. Hercegszántó melletti Vodicát, Mária kertet láthatják, Baja melletti Vodicát, amit a két világháború között kezdenek el Mária könnyeként is emlegetni, illetve a Petőfi szállás Pálos Szentkút búcsújárohelyet is láthatják. A hajósi búcsújárohely születése összekapcsolódik a település újjászületésével. Csáki Imre érsek hívására érkeznek telepesek az 1720-as évektől kezdve több hullámban, és ők alapítják újra azt a hajóst, ami a középkorban már létezett, de a török alatt elnéptelenedik. Az első hullám a Schwaben és Württemberg tartományból érkezik, aztán még két nagyobb hullámban jönnek telepesek erre a területre, Svájc, Tirol, Ausztria, Morvaország, Bajorország, vagy más, osztrák tartományok, de magyar, más magyarországi településekről is, és népesítik be hajóst. Maga az utazás is nagyon viszontagságos és veszélyekkel teli. Ulmig, Szekéren gyalog jutnak el a telepesek, és onnan hajóval érkeznek le Kalocsa térségéig, onnan pedig szintén vagy gyalog, vagy szekereken folytatják az útjukat. Maga
hajós egy elvadult képet mutat, sűrű töltyfaerdőt kell ezen a területen ekkoriban elképzelni, és mocsárvilágot. Tehát az első telepeseknek nagyon meg kell küzdeniük azért, hogy termékenyé tegyék a területet, és hogy meg tudjanak telepedni. A hajósi népnyelven fönnmaradt ezzel kapcsolatban egy szólás, ami jól tükrözi, hogy milyen nehézségeik lehettek a telepeseknek, ez pedig így hangzik. Az első csoportnak a halál jutott, a másodiknak a nyomor, és csak a harmadiknak került a kenyér a kezébe. A hagyomány úgy tartja hajóson, hogy az első telepítés a sikertelen volt, és csak a második hajós maradt meg, és aztán vált azzal, amit ma is hajósként ismerünk. A hagyomány szerint hajós település helyét Szűz Mária jelölte ki. Ezt tükrözi ez a kis történet is, ami itt olvasható a képen. Ezeket a hajósi történeteket egyébként Sön Mária néprajzkutató gyűjtéséből ismerhetjük. Eszerint a történet szerint megérkeznek a telepesek, és a hajós fölötti homokhegyen állnak, meg itt éjszakáznak, mert itt szeretnék megalapítani a falut, de reggel, mikor fölébrednek, a szűzanya szobra sehol nincs, ugye, amit magukkal hoztak az óhazából. Hát keresni kezdik a szobrot, és a hegy alatti tölgyerdőben találnak rá tulajdonképpen. Fogják, visszaviszik, de másnap reggelre ugyanúgy megtörténik a dolog, ugyanúgy eltűnik a szűzanya szobra, és ugyanazon a helyen találják meg a tölgyerdőben. Ez egyébként a néphagyomány szerint a mai templomnak a helye. És hát azt mondják, hogy ha a szűzanya ide kívánkozik, hát akkor alapítsuk meg itt a települést, és hát így választják ki hajósnak a helyét. A képen a hajósi Szent Imre templom látható. Amikor a telepesek megérkeznek, először még csak egy ideiglenes kis kápolnál, azt nagyjából a mai érseki kastély közelébe kell elhelyeznünk. Itt van egy vízimalom is egyébként, vagy ebben az időben állt egy vízimalom. Mind a kettő Csáki Imre érsek bőkezűségének köszönheti a születését, és ebbe az ideiglenes kápolnába helyezik el a szobrot. Aztán később szintén Csáki Imre érsek támogatásával emelik a képen is látható Szent Imre szobrot. Ennek felszentelésére 1728. november 5-én kerül sor. A templom első berendezése is szintén a bőkező érsekeknek, illetve egyéb adakozóknak köszönheti a megszületését. Az oltárokat, a mellékoltárokat még Csáki Imre érsek emelteti 1730-ban. Ez egy Nepomuki Szent János és egy páduai Szent Antal oltár. A hajósi kegyszobrot a páduai Szent Antal oltáron helyezik el. 1738-ban Patacsics Gábor érsek emeltett egy főoltárt, ez ma már nincs meg, viszont két szobra mind a mai napig látható a templomban, és a jelenlegi főoltárt is díszíti. Ezeket láthatják a következő képen, Szent Joakim és Szent Anna szobra, tehát ők az első főoltárnak a szobrászati díszítéséhez tartoztak. Honnan tudjuk rekonstruálni hajósi kegyszobor történetét? Annyiféle adat, legenda van ezzel kapcsolatban. Alapvetően három fontos forrásunk van, ezeket láthatják itt a dián. A 17. század végén Johann József Öler, esperes plébános, még az óhazai kegyhely, a Buszenhegyi kegyhelynek a történetét írja meg. Ennek egy német változatát hozzák magukkal a telepesek. Ismerünk olyan elbeszéléseket, amelyekben elmondják, hogy ezt a kis füzetet valamikor a plébánén őrizték, de idővel nyoma veszik ennek a kis füzetnek, viszont az eredeti latin kiadást, illetve ennek a német változatait német nyelvterületen mind a mai napig megtalálhatjuk. Aztán a levéltáriratok is fontos forrásai annak, hogy rekonstruálni tudjuk a kegyszobor történetét, illetve a már említett hajóson gyűjtött történetek is. Nézzünk egy térképet, nem tudom, hogy mennyire jól látható. Tehát nagyjából ez az a terület, egy kis körrel és vonalkázzással jelölik a Buszenhegyet. Ezen a hegyen állt az a kegykápolna, ahonnan a hajósi szobrot elhozzák az elindulók. Illetve a környéken látható települések azok, a Buszenhegy környékének mintegy 80 településéről érkeztek a telepesek az első hullámmal hajós területére. Ez az egész terület a Cvifálteni Bencés apátság birtokához tartozott. A szobor megrendelője
mert hogy itt egy nagyon kvalitásos szoborról van szó, Hajósi Mária szobor esetében. A cvifáltani bencések voltak, egy ulmi műhelyben készült a szobor, Mihály Erhárt műhelyében. Létezik egy olyan Hajósi történet is, amelyben az elbeszélő azt meséli el, hogy a Hajósi kegyszobrot egy pásztorlegény készítette, mert hogy már annyira magukénak érezték a hajósiak a szobrot, illetve hát ugye még az óhazabeliek, hogy úgy érezték, hogy biztosan közülük származik a készítője is. Tehát ez egy kedves motivuma ennek a történetnek. A képen azt a kegyszobrot láthatják, ami valamikor a Buszenhegyi templomnak a főoltárán állt, ez jelenleg az Inzigkofeni ágostonos apácák templomában található, tehát valamikor átkerül ide. A Öler plébános leírásából tudjuk, hogy a Hajósi szobor a Buszenhegyi kápolnának valamelyik mellékoltárán állhatott. A szobor több tűzvészt is átél. Az első tűzvészt követően, amikor szinte teljesen megsemmisül a kápolna és berendezése, a szobor éppen marad, ekkor leviszik a cvifáltani bencés templomba, itt is őrzik egy darabig, egészen addig, amíg el nem készül az új kápolna a Buszenhegyen, ekkor körmenetben viszik vissza oda a hívek. Aztán van egy második tűzvész is a 17. század folyamán, ekkor megsemmisül a kegyszobor bal karja, és hát a fönnmaradt hajósi történetekben föllelhetőek olyan motivumok, amelyek azt mesélik el, hogy milyen nagy küzdelem volt, hogy meg tudták menteni a szobrot, és hogy tulajdonképpen ez is egy csodának köszönhető, hogy az, aki megmentette, bement ugye a lángok közé, és hát semmi baja nem esett. A tűzvész után leviszik a szobrot a Buszenhegy lábánál található Offingen településre. Ez az Offingen, ez a Dietelhofeni plébániának a filiája. Nagyon szegény vidék, ezért a híveknek nagyon sokáig kell arra gyűjteniük, hogy itt egyáltalán egy templomot tudjanak építeni. A kegyszobrot egy ideiglenes kápolnában őrzik, ahova sajnos többször betörnek, elviszik a felajánlott fogadalmi ajándékokat, a kegyszobornak az értékes selyemruháját. Amire azonban fölépül ez az offingeni templom, egy ismeretlen adakozó oltárképet készített a templom számára, és ezt a hívek alkalmasabbnak találják arra, hogy a főoltáron elhelyezzék, így a kegyszobor az offingeni plébánián marad. A Dietelhofen, amint említettem, hogy a Offingen Dietelhofen filiája, tehát amikor a Dietelhofeni templom kicsinek bizonyul és bővíteni kezdik, akkor az offingeniek úgy gondolják, hogy azzal támogatják az építkezést, hogyha ezt a plébánien őrzött szobrot odaajándékozzák az új templom számára. És tulajdonképpen innen hozza el Anna Maria Hall 1726-ban Hajósra ezt a kegyszobrot. A történetnek többféle változata van. Az engedélyezett, kevésbé engedélyezett, hallgatólagosan tudomásul vett, vagy tulajdonképpen lopásnak is minősíthető elhozatal egyaránt föllelhető ezekben a hajósi történetekben. Az biztos, hogy Anna Maria Hall unokaöccse, Johann Karl Hall itt volt káplán Dietelhofenben. Tehát valószínűleg ő neki azért tudnia kellett róla, és legalább hallgatólagosan a beleegyezését kellett adnia, hogy ezt a kegyszobrot az első telepesek elhozhassák magukkal Hajósra. Amikor ez a hallgatólagos engedély megszületett, akkor Anna Maria Hall ládát csináltatott, és a kegyszobor ebben a ládában vészelte át az utazást. A hajósi kegyszobor már a Buszenhegyi kápolnában is csodatevő hírében állt, epilepsziában szenvedők kérték Szűz Mária közbenjárását a gyógyulásukhoz, illetve olyan gyerekeknek a szülei, akiket a források eszelősnek neveznek, tehát valószínűleg ilyen fogyatékossággal küzdő gyermekek szülei imádkoztak itt gyermekeik gyógyulásáért a szűzanyához. Hajósra kerülve folytatódtak a csodálatos események, tehát akik a hajósi Szűz Máriához imádkoztak, azok is sok esetben meggyógyultak. Ezeket az eseteket a plébánosok, Antoniola Károly, Fapsics Mihály vagy Csajkovics György jelentették az érseki hatóságoknak, és elkezdődött ezeknek a gyógyulásoknak a kivizsgálása 1749-ben és 1752-ben.
Amikor a kivizsgálások, egyházi kivizsgálások lezárultak, akkor 1752-ben Klobusicki Ferenc érsek egy új főoltárt készítetett a templom számára. Ez a főoltár látható egyébként ma is a templomban, csak nem ebben, ezzel a színezéssel, mint ahogy ma láthatjuk. Ez egy fekete oltár volt. A sváb földi templomokban gyakori volt az ilyen fekete oltár. Ezeket az aranyozott részletekkel, színezett szobrászati díszekkel tették mozgalmasabbá ezeket az oltárokat. A Hajósi Kegyhely 1794-ben kapott búcsújáró kiváltságokat 6. Pius pápától. Néhány votív tárgyat láthatnak itt a Hajósi kegytár gyűjteményből, ez is egy nagyon gazdag gyűjtemény. A hajósi búcsuk látogatottsága egyre fölfele ívelt a 19. században. Különböző egyházi lapokban olvashatunk adatokat ezekkel kapcsolatban, de aztán a Kalocsai Néplap is, ugye, ami a 19. század második felében indul, rendszeresen tudósít a hajósi búcsukról. Némely cikkben 8-10 ezer embert is említenek. Én ezt egy kicsit túlzónak érzem, de azt gondolom, ha 5 ezer főt mondunk, akkor az úgy nagyjából lefedi a valóságot. Ez is egy nagyon szép számnak mondható, hiszen hajós lakossága volt körülbelül ennyi ebben az időszakban. Itt egy olyan imakönyvet láthatnak, amit a hajósiak adtak ki 1874-ben, és a hajósi ketyen elmondott imádságokat, illetve énekelt szent énekeket gyűjtötték össze ebben a kötetben. Itt láthatják a főoltárt, amiről az előbb említést tettem, 1752-ben emeltette Klobusicki Ferenc érsek. A jelenlegi színezését egy hajósi születésű, de Pécsre elkerülő pap, nagy prépost Tróll Ferencnek köszöneti, aki ezt a fehéres márványos színezést kérte a főoltárra. Tróll Ferenc adományából egyébként nagyon sok mindennel gyarapodott a templom, miseruhákat, belső berendezési elemeket is adományozott a templom számára, így például mellékoltárokat is, a Jézus szíve és a Mária szent szíve mellékoltárok az ő adományából emeltettek. A két világháború között, ugye, ahogy említettem, Vodicán kívül a hajósi kegyhely maradt az egyházmegye, tulajdonában az egyházmegye területén. Zichy Gyula érsek nagyon sokat tett azért, hogy a kegyhelyet népszerűsítse, fejlessze. Ő volt az, aki finanszírozta a kegyszobornak a restaurálását, és kis füzetet is jelentetett meg a kegyhely történetével kapcsolatban. Itt két olyan levéltár iratot fogunk látni, amelyeket Csáki Miklós érsek írt, ugyanis ő háromszor is meggyógyult a hajósi szűzanya közbenjárásának köszönhetően. Az egyik levél, hát ezt itt nem nagyon lehet olvasni, elég apró betűvel van, ez magyar nyelvű, ebben leírja Klobusicki Ferenc érseknek címezve, hogy akkor be fog számolni azokról a csodákról, azokról a csodálatos gyógyulásokról, amik vele történtek, és a következő képen pedig ezeknek a latin nyelvű leírását láthatjuk. Ha művészettörténeti szempontból szeretnénk a kegyszobrot elemezni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ulmi szobrászat, késő gótikus szobrászatnak egy remek művével találkozhatunk. Ulm az a hely volt, ahol a kereskedelmi útvonalak kötötték össze, vezettek a városon keresztül az észak-itáliai területekről, a német városok, németalföldi területek felé, ahol nem csak az áruk, hanem az eszmék is szabadon áramoltak. Így az itt készülő szobrokat általában itáliai jegyek és németalföldi jellegzetes vonások is jellemzik, tehát ezek alapján elég jól be lehet ezeket a szobrokat azonosítani, tehát jellemző, ami a német területekre jellemző, a karakteres megformálás, az elegáns ruházat, ez megfigyelhető a hajósi szobron, illetve a ruháknak a lágy redői, a test plasztikus megformálása a ruha alatt, ezek pedig itáliai jegyek, ezek is megfigyelhetőek a hajósi kegyszobron. A következő diákon Mihály Erhárt néhány alkotását láthatjuk. Valamikor a hajósi kegyszobornak is ilyen gazdagon dúsan faragott koronája volt.
A hajósi szobor a 17. század során többször is átalakításon ment keresztül. Ekkoriban divattá váltak egy szobroknak az öltöztetése, a Mária szobrok, Jézus szobrok öltöztetése. Ez viszont bizonyos csonkítással járt együtt. Ajósik egy szobornak lefaragták a koronáját, és levágták a hajfonatát, így kapott egy fejéről földig aláomló stólát, később pedig a 18. század végén egy Mária-celli típusú öltözetet, illetve kegykoronákat is kapott, mind a kezében lévő Jézus, mind pedig Mária. Itt látható a Mária-celli típusú öltözet és a hajósi kegyoltár felújítás, 1937-es felújítás előtti állapota. Tehát ha megfigyelik, ez a jellegzetes egész testet beburkoló köpeny, ez az úgynevezett Mária-celli típusú öltözet. A főoltáron látható fülkéje is egész más a kegyszobornak, tehát ez egy ilyen szögletes fülke. Fölötte pedig egy nagyon szép köpenyes Mária ábrázolást láthatnak, amint Szűz Mária köpenye alá vonja Szent Imrét. Ezt a oltárképet is később lecserélik a 20. század elején, mert nagyon rossz állapotba kerül, és az akkori plébános úgy ítéli meg, hogy már nem tudja megmenteni, mert hogy foltokban hámlik le a festékerül az oltárképről. Egy archív fotót láthatnak, itt is még mindig az 1937-es restaurálás előtt vagyunk. Tulajdonképpen egészen 1937-ig komolyabban nem nyúlnak hozzá a szoborhoz. 1917 és 22 között, amikor a kegytemplom nagyon rossz állapotba kerül, és külsőleg, belsőleg is felújítják, akkor egy úgymond konzerváló kezelést kap a szobor, mert már annyira szufertőzött, hogy attól félnek, hogy esetleg meg is semmisülhet a szufertőzés következtében, de a komoly statikai problémáit ekkor nem oldják meg. Ugyanis ez a két tűzvész, amit említettem, olyan komolyan megrongálja a szobrot, hogy és bizonyos értelemben csak középkori töredékek maradnak fenn ebből az eredeti szoborból, ezeket folyamatosan össze kell tákolni, finoman fogalmazva. Tehát ezeket a komoly statikai problémákat csak 1937-ben tudják megoldani. Ezt a restaurálást, ahogy említettem, Zichy Gyula érsek támogatja, és Krasznai Lajos szobrászművész végzi a restaurálási feladatokat, folyamatosan egyeztetve a központi egyházművészeti hivatal, akinek a vezetője ekkor Szőnyi Otta, és tulajdonképpen minden egyes lépését a restaurálásnak Krasznai Lajos megvitatja Szőnyi Ottóval, aki egy pap művészettörténész. Itt látható a fekete-fehér fotón az 1937-es restaurálás előtti állapot, tehát láthatóak a középkori töredékek, Mária feje és felső teste, illetve alsó teste, és a kis Jézus tulajdonképpen ez az, ami az eredeti gótikus szoborból megmaradt és túlélte a tűzvészt, és a színes fotón pedig már a restaurálás utáni állapot látható, és az átalakított, már íves tetejű fülke, ahova kegyszobrot visszahelyezik a restaurálás után. Itt látható Krasznai Lajos tervezete a szoborfülke átalakítására vonatkozóan. Ez a tervezet is a Kalocsai Főegyház megyei levéltárban található. Egy részlet a levelezésből, amit Krasznai Lajos Szőnyi Ottóval folytat. A következő képen pedig már azt a kis levelet láthatjuk, amelyet a kegyhelyet ismertető füzettel kapcsolatban írt a szerző, és ezt véleményezteti az érseki hatósággal. Akkor pár szót röviden az 1988-as restaurálásról, mert tulajdonképpen a hajósi kegyszobor jelenlegi látható formáját ekkor nyeri el. Ennek a restaurálásnak az a lényege, ezt egyébként Bérci Krisztina és Radovics Krisztina végzi ezt a restaurálást. Az ő koncepciójuk az, hogy próbálják megmutatni a szobornak az eredeti gótikus megformálását. Itt látható a gótikus felsőtest töredék. A következő fotón pedig ugye Jézus, kis Jézus feje, illetve a Mária középkori gótikus felsőteste látható.
És itt látszik az, hogy hogyan is illesztették össze ezeket a késő gótikus szobor töredékeket egy harmonikus egészé. Természetesen kiegészítést is kapott a kegyszobor, illetve bizonyos helyeken, ahol föltárták az eredeti nagyon szép lazúros virágmintás festését, ezt is megpróbálták helyrehozni, megpróbálták rekonstruálni. Itt látható egy ilyen föltárt eredeti festékminta. És végezetül búcsúzóul egy kép a hajósi körmenetről. Ez az 1960-as években készült, ez a fotó a Kalocsai Főegyház megyei könyvtár fotótárában. Több ilyen fotót is őriznek a hajósi kegyhellyel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen ezt a nagyon tartalmas előadást, akár a kultúrtörténeti, egyháztörténelmi vetületét, akár ugye az egyházmegyénk különböző emlékeit, és külön köszönet a keceli kitérőkre, de ugye nagy öröm, hogy itt vannak a templomba azok, akik a zászlókat megújították. Ha jól emlékszem, a Törtei Jugóból hozták hozzá a szép selyem anyagot, és így újultak meg ezek a gyönyörű zászlók. Külön hála is, köszönet a munkás kezeknek. És kívánjuk kedves Adélnak, Andornak, hogy továbbra is ezzel a lelkesedéssel, alapossággal végezzék azt a nem könnyű munkát, amit ott a vérsegségen ellátnak, és továbbra is lejjék örömüket szolgálatukban, mert nem munka, ez sokkal inkább szolgálat. Jól van, akkor megköszönjük, és természetesen a késznek, doktor uréknak a szervezést. És mindazoknak a munkáját, akik segítettek abban, akár a technikában, akár bármi másban, hogy ez az este létrejöhessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!